nagyon nagy dolog ez, én azt gondolom, hogy ez sikerült összehozniuk az ötlettől kezdve egészen a mai napig, hogy megvalósult ez a, nem jó szó ugye, hogy amatőr, mert ti is művészek vagytok, autodidakta, igen, én azt gondolom, hogy a saját szempontotokból talán még értékesebb ez a munka és szórakozás, amit magatoknak megtaláltatok, mint azoknak, akik kvázi professzionális módon végzik a feladatukat. Nekünk az, hogy ti alkottok, az a mezőbeli értékek közé beletartozik. Egyenként is, illetve összességében is. Én bízom benne, hogy ez a két nap segít abban, hogy egy kicsit még tudományosabban, nem? Hogy mondtad, Tóni, az előbb, amikor beszélgettünk, hogy kapjatok segítséget ahhoz, hogy még jobban tudjátok a szakma szabályai szerint is végezni a munkátokat, a szórakozásotokat, a kikapcsolódásotokat, és minél több alkotás szülessen majd, elsősorban a mi örömünkre, nem, elsősorban a ti örömötökre, de nem utolsó sorban a mi örömünkre is. Nagyon nagy szeretettel köszöntelek benneteket, és nagyon köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást, a felkérést erre az alkalomra. Érezzétek jól magatokat, az időjárásról gondoskodtam, ez volt az egyetlen feladat, amit rám mertek bízni, úgyhogy jó szórakozás, szép hétvégét kívánok nektek. Köszönjük. Első alkalommal kerül megrendezésre Mezőberényben. Hát itt most a név kapcsán aztán volt egy kis megfejtetlenség, mert hogy amatőr művésztelep, vagy pedig autodidakta művésztelep, de hát majd elmagyarázzátok ti, hogy tulajdonképpen milyen művésztáborra került sor Mezőberényben, mikor a muzeális gyűjtemény udvarán is két napos. Hát az autodidakta szó talán azt hiszem, hogy jobb erre a táborra. Az autodidakta kifejezés azt jelenti, hogy önmagát fejleszti gyakorlatilag. Még sokaknak, akiknek az a szerencséjük, hogy mondjuk képzőművészeti egyetemet elvégeznek, és ott az alapokat megtanítják velük igen tisztességesen, jelentős helyzeti előnyben vannak a jelenlévőkön kívül, akiknek a kedve, a hobbija, önmaga a festészet, és ezt ők saját maguk fejlesztik ki magukban, de ugyanazokon a folyamatokon végig kell menni, hiszen az alapokat meg kell tanulniuk, festőművészektől, könyvből, különböző előadásokon vagy táborokon fejlesztik magukat, hogy egy saját maguk igényeinek megfelelő fejlettségi szintet azért elérjenek. Uha. És akkor tulajdonképpen itt mit tanulhatnak meg, vagy mivel válhatnak úgymond többé? Hát a többé válás, azt nem tudom igazából, hogy ez helyes kifejezése. Nekünk mindenképpen arra kell törekedni, hogy itt jól érezzék magukat. Itt bizonyos tematikát ugyan felállítottunk a két napra, de itt elsődlegesen a mentális kikapcsolódás, a pihenés, az, hogy mindenki a saját képességének megfelelő alkotást készítsen, aminek ugye van egy ilyen pozitív értéke, tehát mindenki örül, inspirálják egymást, tehát itt most egy ilyen közösségépítési tevékenység is folyik, ami a különböző képeket és stílusokba egyébként, amiket megnéznek, egymás képét véleményezik, tehát mindenképpen ez, ami tehát maga a boldogságérzés az, amit szerintem két nap alatt a legfontosabb. És ha jól számoltam, akkor 14 alkotóról van szó? Vagy nem számoltam? De azért folyamatosan nő a létszám egyébként, ahogy észrevettem. Még az Eszternek visszatérnék ahhoz a szavához, hogy közösségépítés. Ez az egyik legfontosabb dolog. Talán az, hogy egymástól is tanulhatnak. Én kb. 30 éve festek, és rögtön a kezdetén nekem a legjobban, ami hiányzott, hogy legyen egy közösség, vagy egy közösséghez tartozzak, ahol az ember hasonló érdeklődésű körű emberekkel találkozik, akiktől lehet tanulni, lehet tőlük kérdezni, lehet fejleszteni az embernek magát. Ez az egyik legfontosabb dolog ezeknek a közösségi jellegű táboroknak. Akkor sötétebb legyen a fű. A tolaj. Ezt általában úgy szoktuk megcsinálni, hogy az alját, az első réteget sötétre csinálod meg, és utána fested rá a másik. És akkor várjál, csak majd mindjárt mondom. És ugyebár úgy van felosztva, hogy két napos, az első napon Tóni, a másik napon Eszter fog majd itt úgymond instrukciókat adni. Erről lehet kérdezni, hogy körülbelül mit próbálsz átadni, vagy pedig már az imintiekben elmondtad? Nekem ez a lényeg az egésznek. Nyilván meg kell néznem, amikor nem ismerem az ő képességeiket, meg
fogom holnap reggel nézni azt, hogy most ki milyen szinten áll. Nyilván van egy ilyen alap rajztudás, amiből el kell, hogy induljak, és akkor utána mindenkihez oda szeretnénk menni egyesével, mindenkinek segítséget nyújtani. Nyilván persze egymásnak is, amit az előbb elmondtam, az nagyon lényeges, és akkor utána történik meg az, hogy ugye a vászonfestés, az akrillal való ismerkedés folyamata, és akkor már meglátjuk a délután folyam, mennyire haladunk el. Biztos vagyok benne, hogy mindenkinek születik valami remek műve, amit esetleg meg nem tudnak befejezni, akkor azt otthon fogják megcsinálni, vagy befejezni. Tehát itt nincsenek nagy elvárások, nagy... hogy mondjam, tehát hát ez a legjobb szó, hogy elvárások, mindenkinek a saját képessége szerint, és hát hogy érezzék jól magukat, tehát én nem is tudom ezt túl ragozni. Hát Tóni, te meg közösséget építesz. Igen, közösséget építek, és próbáljuk azt elérni, hogy örömmel tanuljanak. És ha jól tudom, akkor ebből lesz majd egy kiállítás is, ugye? Hát ezt inkább akkor. Igen, lesz egy kiállítás, és a művelődési központban egyrészt az itt alkotott művekből lesz kiállítás, esetleg korábbi, nem régen, egy-két hónappal korábban festett művekből lesz kiállítása. Ezek nyilván az augusztus 20-ai program részeit képezik, és ebben az időszakokban, egy hosszabb időszakban megtekinthetőek. Jól csíptem el, akkor egészen szeptember 29-ig tekinthető majd meg. Ugye? Na hát, jó munkát kívánok nektek, meg közösségépítést. Tényleg egyébként szerintem is az a legfontosabb itt ebben az esetben. Ők is ismerjék meg egymást, inspirálódjanak, aztán hajrá! Köszönjük szépen. Mi is nagyon szépen köszönjük. De még teszem hozzá egy kis sárgát, és akkor gyakorlatilag majdnem olyan lesz, mint a fekete, aha, és sokkal jobban fog állni rajta a zöld, vagy a sárga, vagy a yellow ocker, milyen a sárga ocker. Igen, és akkor fényt ide gondoltam. Utána tehetsz ebbe is, meg ezekre feltétlenül. Na, nekem már ez a fény lett volna. Hát igen. Csak amikor ezt mellé teszem. És ezekre teszek fényt. Utána. Amikor ezt mellé teszem, akkor érzem, hogy ez nem jó. Igen, tehát sötét is hiányzik. Tehát gyakorlatilag itt a középszíneket látod. Mert ezt már úgy érzem, hogy ez már van két. Van sötét, és van... Nem? Meg van rajta, meg a másik.